Milyen napod volt? Elég hosszú volt. Tetszett nekik a darabod? Hát még nincs készen, nem tudtam be. Legalább 2 hét kéne, hogy befejezzem. De holnap ugye meglátogatod a bátyádat. Persze van, persze. Az úr legyen veled, bátyus. Jó katona voltál. Szia, mama, megjöttem. Szia. Mama, holnap későn érek haza, mert lesz egy találkozó az írókkal. Rendben, azért főzök neked is valamit, hát ha éhes leszel, mire hazaérsz. Igazán nem kell. De nézd, mit hoztam. Tetszeni fog, mi látod. Szergye, velünk tart ma este? Persze, hogy nem. Jó. Van egy szám? Persze. Szóval szerintem kéne valami új, valami formabontó a színház életébe, ami fellendíti. Egyetértek, kell valami változás.
el kell térnünk ezektől a régi stílusoktól, nem? De bár Szergely jobb. Egészség. Egészség. Nagyon finom. Tényleg? Honnan van? Tehát... sikerült megfigyelnem az ázsiaiaknál, van egy ilyen nagyon érdekes rendezési forma, hogy becsukják a szemüket, és így elképzelik az egész. Tehát látják maguk előtt a színpadot, és csak így mondják a színészeknek, hogy honnan jöjjenek, mikor. Tehát nagyon, nagyon érdekes. Nem tudom, hogyha nálunk ki lehetne ezt akár próbálni. Nekem tetszik ez az ötlet, csak én azt érzem, hogy nincsen, lehetséges, hogy nincsen összhang a rendező és a színészek között nálunk. Hát én még nem vagyok teljesen készülve, de van majd is, hogy uraim, van egy aprócska kis bejelentésem. A következő legjobb darab, ami az asztalomra kerül jövő szerdáig, lesz a premier előadása, és az író megkapja a bevétel 45%-át. Igazgató úr, mi lenne, ha most ő hullana az előbb a tökéletes műsor? Prokofi Jäger úr, holnap jöjjön be az irodámba az előlegért. Szervusz. Elnézést, hogy ilyenkor zavarlak, csak lekéstem az utolsó vonatomért, és az helyzet, hogy nem ismerek más helyet ebben a városban, ahol jöhetnék. Miben jöhetek? Hát, ha tényleg nincs hova menned, kerülj belőle. Köszönöm. Nagyon szép házat mondani. Köszönöm. Kérsz valamit? Nem. Úgy hallottam, te édesanyjára vigyázzon. És részt vettem a bátyát halálomért. Köszönöm szépen. Kérsz-e valamit? Nem, köszönöm. Foglalj helyet. Biztosan nem kér semmit?
a baj? Mi lehet? Mi van ebben a háborúval itt? Nagyapád sem harcolt még ekkorában. Jaj, semmi ma. Összeszedem magam. Drága mamuska, el kell mennem egy ideig. Jó munkát kaptam a fővárosban, jól fizet. És meglátod, híres leszek. Nagyon büszke leszel rá, mikor visszajövök. Viktor bácsi gondoskodik rólad, amíg én el vagyok. Szeretlek, Pása. Thank you.